ahogy szemlélem az életet, úgy látom, hogy van egy szó, ami különösen zavar engem. De úgy látom, hogy ez a szó, ez úgy sokunkat zavar. Van egy szó, amit nem szeretünk hallani. Van egy szó, ami néha úgy gondoljuk, hogy bárcsak ne is létezne. Az is lehet. Nem tudom, hogy most kimondjam ezt a szót, bár Krisztián az előbb kimondta. Úgy gondolom, hogy csak rövidítve mondom ki, jó? Mert nem tudom, milyen reakciót fog kiváltani belőle. Ez a szó a bének. Most ezt a szót nem szeretjük hallani, igaz? Pedig én úgy gondolom, hogy többet kéne hallani. Tehát többet kéne hallanunk ezt a szót, hogy bének, ezért kimondom még egyszer. Bének. És tudjátok mikor? Amikor főleg úgy fölidegesítenek minket, és egy jó oda mondani, hogy bének. Mert vannak ilyen emberek körülöttünk, akik úgy jó felhúznak, nem? És akkor ezt úgy használnunk kéne. Nem meglepetés, hogy a beszédem címe is ez. Bének. Hopp. Nos, tovább megyek. Úgy gondolom, hogy ezt a szót főleg nekünk, keresztényeknek többet kéne használni. És most már kimondom, bármit is gondoltok, bémeg, tehát bocsáss meg. Nem tudom, ti másra gondoltam? Igaz, hogy többet kéne használnom? Amikor jól felidegesítenek, és akkor azt mondom, hogy bocsáss meg. Viktor, itt magamnak mondani, bocsáss meg. Vagy mondom az Olinak, hogy bocsáss meg neki. De olyan nehéz a megbocsátás. Milyen nehéz megbocsájtani másoknak, amikor azok szándékosan keresztbe tesznek nekünk, megsértenek, beszólnak. Nagyon nehéz. Vagy amikor, amiről Attila prédikált múlt vasárnap, amikor úgy durván elutasítanak minket, akkor is nehéz a megbocsájtás. Tudod, hogy ki vagyok én? Ugye ilyenkor gondoljuk magunkat. Vagy nagyon nehéz megbocsájtani önmagunknak. Amikor megsértjük egy szerettünket, amikor nem úgy alakul az életünk, ahogy szeretnénk, mert nem vagyunk annyira jók mégsem. Az éveken át dédelgetett álmaink, és nem valósulnak meg, és nem tudunk magunknak megbocsájtani, hogy miért nem vagyok jó, miért nem sikerült. Miért nehéz megbocsájtanunk önmagunknak, amikor kudarcot vallunk férként. Még a kudarcot vallunk apaként. Amikor zátonyra fut egy házasság, egy szülő-gyerek kapcsolat. Milyen nehéz ilyenkor. Ilyenkor azt mondani, hogy az Úr megbocsájtott nekem is tovább kell lépnem, meg kell bocsájtani magamnak. Mert nem vagyunk tökéletes. De milyen nehéz megbocsájtani magának, az Úrnak. Néha, amikor nem úgy irányítja az életünket, ahogy szeretnénk. Amikor nem értjük a mi érdeket. És ott föl bennünk a harag, hogy de hát Uram, miért? De nagyon nehéz használnunk is ezt a szót, hogy bocsáss meg. Nagyon nehéz kimondanunk ezt a szót, hogy bocsáss meg egy olyan világban, ahol a megbocsátásnak nincs bocsánat. Úgy Clint Eastwoodosan. Tehát ebben a durva világban, ahol élünk, a megbocsátás az a gyengéknek a erénye. Mert aki ma kemény, vagány, férfias, rátermett, macsó, az nem bocsájt meg, az kemény. Az megmutatja a világnak, hogy ez regény. És ha azt mondod, hogy bocsáss meg, hát akkor te egy lúzer vagy. Biztos megbocsájtok. Majd megmutatom ennek, hogy ki vagyok. Van egy nagyon jó kis moziposzter, amit szeretnék most megmutatni nektek, ami erősíti megint azt, hogy a világ mit gondol a megbocsájtásról. Szeretném most a következő diát. Emlékezz mindenre, ne bocsáss meg semmit. The Bourne Ultimátumnak volt az angol nyelvű moziposztere. Hányan láttatok olyan filmet, ahol a főhős az ellenségei bosszút áll? Oké. Okay. Köszönöm. Hányan láttatok olyat, ahol a főhős az ellenségének megbocsájt? Senki. Láttam. Na, azért láttatok egy pár, jó. Keresztény film. Keresztény film, így van, köszönöm szépen.
Tehát a mai világ az nem hogy a megbocsátásra támogatja, hanem inkább az ellen provokál minket. Nap mint nap. Akár ilyen moziposzterekkel. Mindenféle üzenet, ami jön a médiából, az emberek, akikkel érintkezünk sokszor, az ellen támogatnak minket. Tehát itt kedves testvérek, megint árral szemben úszunk. Ez a kereszténység, ez egy ilyen sport. Tehát itt árral szemben úszunk folyamatosan. A világ ezt mondja, mi meg azt. És akkor kezdődik a boxmeccs. Tehát itt most megint össze kell szedni magunkat, és kiállni a Biblia igaza mellett. De most nem csak a Bibliáról beszélek, hadd közelítsen meg máshonnan. Fölteszek nektek egy kérdést. Ez még nem az. Mehet, onnan viszem tovább. A Biblia ezt mondja, ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszú állás, én megfizetek, így szól az Úr. Tehát itt a Biblia, itt van az ellentét, amiről az előbb beszéltem. A világ mondja ezt, bosszúld meg, a Biblia viszont ezt mondja nekünk, mit mond? Azt mondja, hogy gyerekek, az enyém a bosszú állás. Tehát hogy gondolod te, hogy majd te bosszút állsz? Amikor neked ott nincs is jogod? A jog az enyém a bosszúhoz, mondja az Úr. Nincs ott a munkahelyi, munkaköri leírásodban, hogy 3-os pont bosszú állás. Nincs ott. Az az Úr pozíciójával jár. És az Úr utána azt tesz a bosszúval, amit ő akar. Ezt át kell neki adni, erről le kell mondanunk. Mert ez nem a mi osztályrészünk a bosszú állás. De ahogy az előbb mondtam, megközelítve máshonnan is a megbocsátást. Lehet-e egyáltalán megbocsátás nélkül, és ott van lent, élni? Lehet-e megbocsátás nélkül élni? Keserősen. Egy pár évvel ezelőtt még Londonban részt vettem egy evangelizációs kurzuson, alfa kurzuson, így hívják, és ez nagyon hasonló a mi felfedezők klubjához. Ott is volt egy kis előadás, és az előadást követően pedig egy kis csoportos beszélgetés. És pont a megbocsátás volt a téma. És akkor felszólalt egy 40 körüli férfi, aki megosztotta velünk a történetét. Na most, csak úgy röviden leírom a férfit nektek, mert ez utána fontos lesz. Ő egy ilyen bőrcsekis, keménykötésű, kopasz, kicsit olyan alvilági benyomást keltő figura, aki ezt még megerősítette, Londonban nightclubokat is futtatott. És ő őszintén elmondta nekünk a következő történet. Azt mondja, kint sziklát másztunk egy barátommal. Csodálatos napnak indult, hogyha próbáltátok már sziklamászást, én régen csináltam, ezek fantasztikus napok mindig. Tehát kimész egy gyönyörű őszi nap, fönn a nap az égen, kimagytok az erdőben, jókat másztok a sziklán, jókat beszélgettek, egy szuper program. És ez a nap is ilyen gyönyörűen indult. Azt mondja Oliver, hogy fönn volt már egy jó pár méterre a sziklán, a társa lentről biztosította kötéllel, hogyha megcsúsznak, akkor ő megfogja, tehát gyakorlatilag balesetmentes volt az akció, és Oliver egy következő fogást próbált megfogni. És ez elég magasan volt, hogyha így el kellett rugaszkodnia. Igen, de amikor elérte a fogást, lentről nagyobbnak tűnt, és fönt már csak az ujja végére tudta megfogni, és megcsúszott. Úgyhogy egy olyan fél métert zuhant gyakorlatilag, mert onnan megfogta a társa. Vagy mégsem. Nem fogta meg. Több métert zuhant, belecsapott a földbe, majdnem szörnyet halt. Rögtön kórház, és a kórházban az volt a diagnózis, hogy gyakorlatilag a bal oldalán minden egyes csont eltörött. Most azt Olivier nekünk nem mondta el ebben a beszélgetésben, hogy pontosan mi történt. Hogy miért engedte el a barátja, nem figyelt, mi volt a baleset oka. De egy dolgot elmondott. Sohasem fogok megbocsájtani neki. Azt mondta, hogy ez a baleset, ez 11 évvel ezelőtt történt. És mondta, hogy miért érdekes, hogy pont a beszélgetésünk előtti este azt mondja, sétálok az Oxford Street-en, egy hatalmas bevásárló utca, óriási tömeg, és abba a tömegbe kiszúrta azt az arcot, akit 11 éve nem látott.
Azt mondja, az első érzés, ami bennem volt, hogy ott a helyszínen megölöm. És azért mondtam nektek, hogy a alvilági figura volt. Tehát amikor ezt mondtak, hogy el is hittük, hogy vagy ő, vagy megvannak rá a kontaktjai. Szóval annyira mérges voltam még már. Most, hogy Olivért hallgattam, nyilván nem az volt az első benyomásom, hogy nagy boldog ember. Azt láttam, hogy egy dühös ember. Azt láttam, hogy ő is egy áldozata a nagy félreértésnek, a haragról. A nagy félreértésre kapcsolatban, hadd idézzem Nelson Mandelát, a megbántódásból fakadó harag az olyan, mintha mérget innen, és azt várnánk, hogy az majd megöli az ellenségünket. Mennyire bölcs, nem? Tehát annyira mérgesek tudunk lenni, mintha valamilyen úton, módon az kihatna az ellenségünkre. Azt várjuk, hogy majd az rosszabbá teszi az életét, mert megérdemli. Közben kinek az élete lesz rosszabb? Az enyém. A haragtól, a megkeseredettségtől. Ő meg vígan éli az életét. Nem is gondolja, hogy ez a hülye, ez azt hiszi, hogy... És hányszor belesünk ebbe a hibába? Mandelának volt oka rá. Őt börtönbe csukták, dél-afrikai politikus, nyilván hallottatok róla, 27 évig volt börtönben. 27 év! Igazságtalan. Neki volt ideje táplálni a bosszút, hogy megtervezni, hogy majd mit fogok csinálni, hogy ki jutok azokkal az emberekkel. És mégsem. És ezt mondja. Mennyire bölcs. Hogy Olivert hallgattam, volt még egy dolog, ami eszembe jutott. Az ő életével kapcsolatban. Azt pedig egy amerikai teológus fogalmazza meg nagyon jól. Megbocsátani annyit tesz, mint szabadon engedni a rabot, és felfedezni, hogy a börtön fogja, te magad voltál. Testvérek, a megbocsátás nélküli élet az egy börtön. Az előbb azt énekeltük, hogy szabad vagyok már. Úgy nem tudunk szabadok lenni, hogyha megbocsátás nélkül élünk. Akkor a harag börtönében vagy, a megkeseredettség börtönében vagy, a bosszúállás börtönében, a boldogtalanság élet börtönében. Ez kinek jó? Mert neked nem? Nekem sem. És mégis mennyire hajlamosak vagyunk rá, nem? Annak erre, hogy tudjuk, hogy összeállt a kép, hogy értjük, és mégis. Olivier nem ismerte ezt fel, és ahogy megosztotta velünk, nem is volt képes a megbocsátásra. És elmondta, hogy miért. Azt mondja, hogy minden egyes időjárás változáskor, és pedig Angliában ez gyakran történik, minden egyes időjárás változáskor a bal oldalam ég a fájdalomtól. Minden egyes csontom arra a napra emlékeztet. Minden egyes fájdalom arra a férfira emlékeztet. Te tudsz ehhez viszonyulni. Te is emlékszel gyakran arra a napra, arra a férfira, fiúra, lányra, aki megsértett téged. Te is gyakran pörgeted-e vissza a filmkockákat, hogy történt, hogy mit mondott, hogy mit csinált, én meg mit mondanék neki most, és mit tennék vele. Vagy küzdesz-e te is azzal, hogy magadnak megbocsáss? Egy kudarcért, egy zátonyra futásért, egy gyengeségért. Vagy Istennek megbocsátod-e azokat, amik történnek vele. Nagyon nehéz a megbocsátás. És ezért szeretnénk nektek segíteni a Bibliával. Négy pont lesz összesen. Hogyan bocsássunk meg? És az első pontom. Köszönöm szépen. Gyorsan! Gyorsan bocsáss meg! Ez olyan, mint a fogorvos. Minél előbb átesel rajta, annál jobb. Gyorsan. Azt mondja a Biblia, ha haragusztok is, ne vétkezzetek. A nap ne menjen le a ti haragotokkal. Helyet se adjatok az ördögnek. A nap ne menjen le. Gyakorlatilag Isten azt kéri tőlünk, hogy még az nap, naplemente előtt, ha éjszaka történt, akkor 24 óra, értitek? Az nap, meg kell bocsátani. Gyorsan. Ez nagyon, a Biblia eszméletlen praktikus tud lenni. Ugye minél többet
táplálod magadban a haragot, minél tovább húzod, az annál jobban erősödik. Nem egyszerűbb kihúzni egy palántát, ami épp hogy kibújt a földből, mint aztán egy fát. Nagyon nehéz. Én egyszer megszenvedtem otthon, egy öreg orgonabokrot akartam kiemelni, ott aztán indítottam ásóval, aztán csákánnyal, órákon át izzadtam, derekam betúrom. Megőrültem, mire készítettem azt az orgonabokrot. Bezzeg, hogyha még csemeteként kiemeltem volna, akkor nem tudtam még, hogy ilyen satnya lesz, de mindegy. Még aznap igyekezzetek megbocsájtani. Gyorsan, mondja a Biblia. De hogyan reagál Isten, amikor őt megbántják? Mit gondol az Úr a megbocsátásról? Mit érez? Mert ő a mi példaképünk, ő mutatja nekünk az utat, hogy kell viselkednünk ilyen helyzetekben, nem? Egy embernek volt két fia. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához. Apám, add ki nekem az örökség rám eső részét. Erre szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét és elment egy távoli országba. Ott Léha életet élve eltékozolta vagyonát. Amikor már mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, s nélkülözni kezdett. Erre elment és elszegődött egy ottani altárhoz. Az kiküldte a tanyájára a sertéseket őrizni. Örült volna, ha éhségét azzal az eledellel csillapíthatta volna, amit a sertések ettek, de még abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt. Apám házában a sok napszámos bővelkedik kenyérben, mondta, én meg éhen halok itt. Útra kerek, hazamegyek apámhoz és megvallom. Apám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Arra, hogy fiatnak nevezz, már nem vagyok méltó, csak béveseid közé fogadj be. Csak ugyan útra kelt és visszatért apjához. Apja már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, a nyakába borult és megcsókolta. Erre a fiú megszólalt. Apám, vétkeztem. Szolgáknak, hozzátok hamar a legdrágább ruhát és adjátok rá. Az ujjára húzzatok gyűrűt és a lábára savut. Vezessétek elő a hízlalt borjút és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt és életre kelt. Elveszett és megkerült. Erre vigadozni kezdtek. Köszönöm szépen, János. Hát nem gyönyörű? Nem gyönyörű, hogy a mennyei édesapánk így megbocsájt nekünk. Ez talán a legszebb példabeszéd Jézusnak. És a legszebb rész nekem mindig ez, amikor azt mondja, hogy már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevez, mondja a fiú. És akkor erre mit mond az apa? Hozzátok hamar a legdrágább ruhát! Ünneplünk! Ez nagyon fantasztikus, nem? Tehát a fiú már kezdené mondani a kis szövegét, hogy begyakorolt hosszú úton, hogy bocsáss meg így, bocsáss meg ezért, meg ez ezért történt, és úgy, és magyarázná, és megalázná magát, és szégyeli magát, és arra az apja azt mondja, hogy ha tudnád, mióta várok el a napra, ha tudnád, mióta akarlak látni, ha tudnád, mióta szeretnék átölelni téged. Ez mindig a tékozló fiú az ami hihetetlen. Annyira szép a mennyei édesapánk szeretete. Nem is várja azt, hogy azt mondjuk, hogy bocs. Nem is várja azt, hogy szinte, hogy megbánjuk. Látja, hogy ott vagyunk a horizonton, és már roham felé. A kedvenc keresztény számomnak is ez a címe, amikor Isten szaladt. Ez egy amerikai ilyen rock banda, és tudtam, hogy nem létezik keresztény fordítása a számnak. De ha tudjátok, akkor egyszerűen mondjátok meg, mert érdekelne. És lefordítottam nektek a refrényét. És azt látjuk most. És akkor ő szaladt felé, átölelt engem, magához szorított engem, és azt mondta, a fiam végre hazatért. Majd felemelte az arcomat, szememből letörölte a könnyeket, és megbocsátással a hangjában azt mondta, fiam, tudod, hogy még mindig szeretlek.
amikor ezeket a sorokat folytatta, megteltek a szemem könnyen. Hát nem gyönyörű, ahogy a mennyei édesapánk itt magához öreg. Hát nem csodálatos, ahogy minden megbocsát. Pedig azért törünk borsot az orra alá, nem? Legalábbis én úgy igyekszem. És mégis azt mondja, Viktor, gyere. Tudom, hogy ezt gondolod, hogy milyen béna vagy, meg pancser, meg szerencsétlen dolgokat művesz. De én így szeretlek. Mert én teremtettem. Mert te vagy az én gyermekem. Mert te értékes vagy. Úgy, ahogy vagy. Azokkal a hibákkal, kudarcokkal, gyengeségekkel, amikkel nap mint nap küzdesz. Én így szeretlek. Nincs jobb édesapánál. Nincs. Ő a legjobb. És tudjátok, az is érdekes, hogy ez a világ szemében ez nem logikus. Mert amit az értelmünk mond, amit a világ istenít, az ugye okozat, büntet, büntetés. És mi hiszük azt keresztények, hogy Istennek az egyik keze igen, az az igazság, igazságszolgáltatás, de a másik keze az a szeretet, az a kegyelem. És ez a csodálatos a mi Istenünkben. Hogy a mi természetes rendünkben, ami büntetést követ el, kiabálnak, hogy feszítsd meg! És te is üvöltesz magadba azért, aki megsértett, hogy feszítsd meg! És Isten mégis lehatol a természet rendjébe, az ő kegyelem rendjével. A természet fölötti megnyilvánul a kegyelem által. Megtöri az ördögi kört, ami szemet szemért követel. Ami, hogyha kapta egy pofont, akkor én adok még egyet, aztán ő megint. És az Úr azt mondja, hogy közénk el is álljatok meg. Bocsássatok meg. Ennek nem lesz jó vége. És ő tudja, hogy csak a kegyelem, csak a megbocsátás tud kiragadni minket ebből a börtönből. És tudja megállítani a gonoszt. Hogy a Biblia mondja, győzd le a rosszat jóval. Győzd le a rosszat jóval. Azt mondja a Biblia a Római Levél 6-8-ban. Mindjárt jön. Irgalmas leszek bűneik iránt, és vétkükre többé nem emlékezem. Hát hogyan bocsássunk meg? Teljesen. Teljesen meg kell bocsájtanom. Tehát Isten már akkor, ez volt egyébként az Efezusi, akkor megbocsájtott nekünk, amikor még bűnösök voltunk. Krisztus akkor szenvedte a keresztvált, amikor még bűnösök voltunk. Mint ahogy a tékozló fiú, nekünk sem volt időnk oda menni és azt mondani, hogy ne haragudj. Ő már akkor elszenvedte a kereszthalálért. Ő teljesen megbocsájtott nekünk. Azt mondja a Biblia, hogy a megbocsátás az egyenlő elfelejtés. Ezt mondja a Biblia, hogy irgalmas leszek bűneik iránt és vétkükre többé nem emlékezem. Ez a kulcs. Tudjátok, hogy a szívünkben szoktuk mondani, van egy ilyen Isten alapú lyuk, igaz? Én azt is mondom, hogy a szívünkben van egy gomb. Ez a gomb pedig következő. Töröljétek! Töröljétek ezeket a sérelmeket, amivel megbántottak minket. Nyomd meg azt a delete gombot ott a szívedben, mert Isten nyomkodja, ne félj, gyakran. Rád gondol, meg rám, és akkor puha, megint. Jézus, tartsd már egy egyszerűs az ujjadat, mert állandóan valamit csinál. Úgyhogy ti is gyakran használjátok a delete gombot. Hadd kérdezzem meg, ki látta a Jászd újra Sam filmet? Én nem láttam, jó? Nos, és csak azért mondom, mert rossz a címe. A helyes cím, ne Jászd újra Sam! Tehát ne Jászd újra a bűnös filmkockákat! Ne pörgesd megint magad előtt azt, hogy mit mondott, és mit tett, és hogyan történt. Állítsd meg! Ne jászd újra szem! Dilít! Teljesen bocsáss meg! Tehát felejtsd el, ami történt vele. Mert az Úr elfelejtette. És mégis mennyire idegen tőlünk ez a gondolkodásmód, mennyire nehéz. Én is állandóan küszködöm a megbocsátással, és birkózom vele. És legutóbb például szembesültem ezzel a gyengeségemmel én is, és úgy meg is lepődtem. Nem mint hogyha olyan magas telemi szinten gondolnám magamat, de hogy mégis, hogy ennyire nehezen megy.
pedig egy bagatell ügy volt. Tehát arról szólt az egész, és sokszor így kezdődik, nem? Arról szólt az egész, hogy egy barátunknak segítségre volt szüksége többször. Mi meg a feleségemmel segítettük őt. És levítettünk ebben, segítettünk abban, és akkor szépen úgy haladt előre az életben, és mi úgy örültünk, hogy de jó, valakinek végre úgy halad előre az élete, és mi ebben részesek lehetünk. És örömmel segítettünk. Még annyira hálás volt, hogy ígérgetett nekünk mindent, hogy ú, majd én meg ebbe segítek, meg majd abba, meg majd ezt csináljuk, meg azt csinálom, meg ehhez értek, milyen jó lesz. És mondtam neki, hogy jó, jó, hát ez mind nagyszerű, de mi nem érdekből segítünk, örülünk, hogy tudunk. Ha majd egyszer tényleg segítségre lesz szükségünk, majd szólunk, de most emiatt ne izgass magad. Nem is volt szükségünk a segítségére, úgyhogy teltek múltak az évek. És hogy pár év múlva szükségünk lett volna. És mi történt? Összeveszett velünk. Tehát nem mi vesztünk össze egymással, hanem ő egyedül velünk. Én nem is tudtam, hogy létezik ilyen, hogy mert én úgy gondoltam, hogy az összeveszés az két ember kell, nem? Ő meg így egyedül. Szóval nekem ez egy élettapasztalat volt, hogy így egyedül össze tudsz veszni valakivel. Kitalált én mondva csinált okokat, kitalálta azt, hogy mi nem kedveljük őt, pedig ő nem akart velünk beszélni. Tehát így szóltam neki, hogy hello, hogy vagy? Ő meg, sietek. És ez rendszeresen hétről hétre, hónapról hónapra. És olyan durva elutasítás volt, és így kezdett felvenni benne a pontba. Tudod, hogy akkor bezzeg szép volt a barátság. Amikor ezt tettük érted, meg ezt, meg ezt, meg ezt, nem mondtam meg neki, ezt tudod, hogy magamnak mondtam, tükör előtt. Ez állandó gyakorolt, most mérges volt, most tűnkör, és hogy kihoznál? Hogy mit gondol ez magán? Meg róla. És nagyon feldühített ő. Amiről az Attila Botka beszélt, ez egy durva elutasítás. És olyan nehéznek találtam, még mindig imádkozom, hogy meg tudjak igazán bocsátani neki. És el tudjam felejteni, hogy ezt a delete gombot használja. Mondja, ez egy folyamat azért. De tudjátok, van egy nagyszerű bibliai történet, ami nekem mindig segít abban, hogy megbocsássak. Kérlek most ezt is hallgassátok meg. A mennyek országa hasonlít a királyhoz, aki el akarta számoltatni szolgáit. Amikor elkezdte a számadást, elé állítottak egyet, aki 10 000 talentummal tartozott. Adják el feleségestül, gyerekestül, minden vagyonával együtt, és úgy fizessen. A szolga leborult előtte, és úgy kérte. Légy türelemmel irántam, és mindent megfizetek neked. Az úr megkönnyörült a szolgán, szabadon engedte, és adósságát is elengedte. Amikor kiment, a szolga találkozott egy másik szolgával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, elkezdte folytogatni, és követelte. Add meg, amivel tartozol! A másik szolga leborulva kérte. Légy türelemmel irántam, s mindent visszafizetek neked. De ő nem engedett, hanem fogta, börtönbe vetette, míg meg nem fizette tartozását. Amikor a többi szolga látta a történteket, igen elszomorodott. Elmentek és jelentették uruknak mind, ami történt. Az úr maga elé hívatta, és így szólt hozzá. Te gonosz szolga, kérésedre minden adósságodat elengedtem. Nem kellett volna néked is megkönnyörülnöd szolgatársadon, ahogy én megkönnyörültem rajtad? Ezzel az úr haragjában átadta a poroszlóknak, míg meg nem fizette mind, amivel tartozott. Így tesz mennyei atyátok is veletek, ha mindegyitek meg nem bocsát szívből fele barátjának. Köszönöm szépen. Amikor ezzel küzdöm, akkor ez a példabeszéd, ez mindig segít. Mindig elgondolom azt, hogy gyakorlatilag én ugyanolyan szolga vagyok, mint itt ebben a példabeszédben, amikor én nem akarok megbocsájtani. Nekem az Úr elengedte a tartozásomat, nekem megbocsájtotta a bűneimet, én meg bezzeg nem bocsájtok meg a másiknak. És ez mindig úgy kicsit megértés, tudjátok, ez egy jó dolog, tehát az Isten félelemnek ez a verzió, ez jó, hogy így kicsit megjegysz, hogy hé, itt valamit csinálnom kell. Tehát itt mi volt a sorsa a szolgának? Tömlözbe vetette az Úr. Tehát nekem meg kell bocsájtanom, nincs alternatíva. És ez megint a következő pont, tehát hogyan bocsássunk meg?
Mindig. Tehát nincs alternatíva. Mindig meg kell bocsátani. Tehát ahányszor én elkövetek egy bűnt, az Úr annyiszor megbocsát. Ahányszor engem megsértenek, nekem annyiszor kell megbocsátanom. Mert az Úr megbocsájt nekem, én meg tovább bocsájtok. Igaz? Nincs alternatíva. Péter megkérdezi naívan Jézustól, hogy oké, de mégis hányszor, és akkor villog, hogy hát én annyira spirituális magasságban repkedek már, Uram, hogy én nem azt mondom, hogy kétszer, azt mondom, hogy hétszer. És akkor Jézus, barátom, nem hétszer, 77-szer. Ami a Jézus gyakorlatilag azt mondja, mindig bocsáss meg. Ne számold, ne, ugye így húzzuk a rubrikát. Isten nem húzza. Mindig meg kell bocsájtani. Tehát megbocsájtunk hogyan? Gyorsan. Megbocsájtunk teljesen. Megbocsájtunk mindig. És van még egy utolsó pont. 1987-ben az Iránnak egy bombája robbant Belfastól nyugatra egy kisvárosba. És ez a terrorista támadás egy épületet robbantott fel, ahol éppen összegyűltek az emberek azért, hogy megemlékezzenek a háborús hősökről. Ez volt a veteránok napja a Tirószentben. Most a bomba támadás alatt meghalt 11 ember, és 63 megsebesült. Amivel ez a terrorista támadás különbözött a többitől, az az volt, ahogy az egyik sebesült nyilatkozott az esetről. Ő volt Gordon Wilson. A bomba ezt a férfit és a lányát másfél méteres törmelék alá temette. És az édesapa a lányával, 20 éves lányról van szó, ott a másfél méteres romok alatt várta a tűzoltókat, meg a mentőket, hogy megmentsék őket. Fogták egymás kezét. Ez egy megtörtént eset. És a lány azt mondta az édesapjának, apa, nagyon szeretlek. És megszólította a kezét. És ezek voltak az utolsó szavai. Olyan súlyos agy és gerinc sérüléseket szenvedett, hogy utána a kórházba egy pár óra múlva meghalt. És nem hiszitek el, hogy Gordon Wilson hogy nyilatkozott. Az újságok azt írták, hogy arra senki sem fog emlékezni, hogy a politikusok mit mondtak a terrortámadás után. Arra viszont mindenki fog, amit Gordon Wilson mondott a lánya halála után. Még a kórházi ágyban feküdve az édesapa így nyilatkozott. Elvesztettem a lányomat, de nem akarok bosszút. A harag és a keserűség nem fogja visszahozni őt. Ehelyett imádkozni fogok már ma este, és minden áldott este, hogy Isten bocsásson meg a terroristáknak. Nem akarok bosszút. Ehelyett imádkozni fogok. Ma este, és minden este. És ha egy dolgot meg akartok ma jegyezni, akkor ez ez. Isten nélkül, ima nélkül, meg se próbáld a megbocsátást. Mert nagyon nehéz. Mert az emberi természetünk ellen van. Mert a világ ez ellen provokál. De Istennek semmi sem lehetetlen. Ahogy imádkozunk, úgy Isten átváltoztatja a gondolkodásmódunkat, a szívünket, és képessé tesz a megbocsátásra. Itt az élő példa. Gordon Wilson, édesapa, Írószám. Hogyan bocsássunk meg tehát? Egy 18. századi angol költő, Alexander Pope idézetével zárom a beszédemet. Védkezni emberi dolog, megbocsátani Isteni. Imádkozzunk.